Terítik az asztalokat a Hotel Merops éttermében. A szálloda igazgatója azt mondja, egészen rendkívüli ez az év a turizmus tekintetében. Bár a nagy rendezvények elmaradnak idén, ami a borágazatnak és a vendéglátóiparnak sem kedvez, ugyanakkor a nyár óta megerősödő belföldi turizmus bőven ad nekik munkát. Több vendég foglalt náluk szobát és jelentkezett be borkóstolásra, mint tavaly ilyenkor. Ráadásul eddig egy vagy két napot maradtak a szekszárdi szállodában, most pedig három vagy négy napot is itt töltenek a vendégek, és több pincészetet is meglátogatnak a turisták, tette hozzá Mészáros Zsanett. Azt vettük észre, hogy az egyéni turisták, illetve kisebb turista csoportok nagyon szívesen látogatják a borvidékünket, nagyon szeretnek jönni, és igazából június elejétől azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek hozzánk, illetve a borvidékre. A pünkösdi hal és vadünnep után a szekszárdi szüreti napok is elmaradnak idén. Ez pedig igen érzékenyen érinti a helyi pincészeteket. Hiába több a turista, mint amennyi ilyenkor lenni szokott. A nagy rendezvények eladásait ez nem váltja ki. Ezért döntött úgy Mészáros Pál két másik borásszal együtt, hogy megrendez egy kisebb boros rendezvényt azon a hétvégén, amikor a szekszárdi szüreti napokat tartották volna meg. Ezen 300-400 fő tud majd kényelmesen és biztonságosan részt venni. A Fekete Pince egy másik rendezvény sorozathoz csatlakozott, ami szintén szeptember 17-e és 20-a között zajlik a borvidéken. Több szolgáltatással igyekeznek minél több vendéget bevonzani és itt tartani, mondja Fekete Mihály Endre borász. Úgy véli, ez azonban nem pótolja a nagyobb rendezvényeket, és mindent összevetve kihívás elé állítja a borászatokat az idei év. A borturizmus gyakorlatilag leállt, pont abban az időszakban, amikor egy olyan jó vendégáró időszak volt, az kimaradt. Aztán most a nyár egy kicsit más, mint a tavalyi volt, egy kicsit többen jönnek, de hát ez nem pótolja ezt a kimaradt három hónapot. A borászatok vezetői a boros rendezvények megszervezése mellett gőzerővel készülnek a szüretre.